A köznyelben mustgáznak nevezett anyag egyszerű széndioxid, ami a gyümölcs erjedése során keletkezik, színtelen, szagtalan. Az oxigént kiszorítja a pincéből, ez pedig tragédiához vezethet. Az érzékelők mellett akár egy gyertya is életet menthet, ha jól használják, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A gyertyát azonban hiába tartjuk magunk mellett válmagasságban, hiszen a széndioxid a talajszinten gyűlik össze, és a válmagasságban elhelyezett gyertya nem jelent kellő biztonságot. Amennyiben a láng kialszik, az egyértelmű bizony annak, hogy nincs elegendő oxigén a pincében, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget. Egyszerű módszer, ennek ellenére évről évre halálos áldozatokat követel a boros pincékben keletkező mustgáz. Tavaly például 3 ember halálát okozta a must erjedése során keletkező gáz. A Somogy megyei Kányán egy, a Szabolcs megyei Kékcsén pedig 2 ember életet követelt. Több esetben pedig csak a szerencsém múlott, hogy időben rátaláltak a veszélybe kerülőkre. A balesetek elkerülhetők szellőztetéssel, valamint széndioxid érzékelő elhelyezésével. A széndioxid önmagában nem mérgező, de mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtság érzés. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követi.